Így rajtolt el a félmaraton mezőnye a szekszárdi Béla térről. 2019 után ismét megrendezték a térség legjobban várt versenyét, ami igen nagy népszerűségnek örvendett a futók körében. A gyermekek és szüleik egy rövidebb távon, még a profi futók egy 30 kilométeres dombos szakaszon mérték össze erejüket. Posztobányi Zoltán, kalocsai futónagykövet elmondta, a rendezvény hangulatának köszönheti, hogy évről évre visszatérője a versenynek. A frissítőpontokon kapható fröccs pedig egyedi sajátossága a sorozatnak. Kalocsáról jöttünk, nem is tudom hirtelen, tehát ilyen 8-10-en jöttünk, hát a 10 kilométertől a 30-ig szerintem minden van. De nagyon jól érezzük magunkat itt ezen a rendezvényen, szeretünk ide járni, tehát most már 10 éve, hogy én legalábbis először voltam, és azóta az elmúlt két év kivételével mindig itt voltunk. Tóth Ferenc, Dunaújvárosból érkezett futó elárulta. Igaz, hogy több mint 1000 futott kilométerre van már az idén, de a domborzati viszonyokat lehetetlen szimulálni a lakóhelyek közelében. Küzdelmes 30 kilométerre számolok, biztos vagyok benne, hogy sokszor fogom átkozni magam, hogy ismét eljövök, vagy eljöttem, de amikor majd jövünk már le a kilátóból ide-vissza a célba, biztos vagyok benne, hogy jövőre is itt leszek. A szervezők nem csak az élvezetes pályáról és a jó hangulatról, de az est lezárásának tekinthető vacsoráról és mulatozásokról is gondoskodtak.